Jöjjön ki a házból, ura! Együtt. Jöjjön ki! Egy gyanúsított lakásába próbálnak bejutni az ifjú rendőrök. Végül ez sikerül, és lefegyverzik, majd megbilincselik a gyanúsítottat, aki folyamatosan tiltakozik. Miért is csinálják ezt? Szóljanak az ügyvédemnek! Ez ülni fognak ám, csak jelzem. De még nevével vagyunk itt. Azonban nem valós a helyzet, ez csak egy feladat a rendőrség telephelyén. A középiskolások a Sherlock Junior vetélkedőn vesznek részt, ahol indult ez a lánycsapat is. Komlóra érkeztünk, mi vagyunk a nyomozók csapata a Komlói Nagy László gimnáziumból, és alapvetően igazából azért indultunk el ezen a versenyen, hiszen nagyon szeretjük ezt a mi kis négyesünket, és mikor meghallottuk, hogy négyfős csapatokban lehet jelentkezni, akkor azonnal kaptunk az alkalmon, illetve szerettünk volna valami újat is kipróbálni. Őszintén még szerintem nem vagyunk biztosak benne, hogy mit szeretnénk csinálni a jövőben, viszont úgy veszem észre, hogy többünknek tetszik ez az irány. Mindenképpen. Az elfogás után jöhetett a lövészet airsoft fegyverekkel. Összesen 5 állomáson várták különböző kihívások a csapatokat. A vetélkedő alapcélja, hogy a résztvevő diákok egy játékos bűnügy felderítése során játékos módon nyerjenek betekintést a rendőrség mindennapjaiba, és a saját szituációs élményeiken keresztül megismerkedjenek a rájuk, illetve a családtagjaikra fenyegető veszélyhelyzetekre. A vetélkedő sorozatnak az elődöntőjét a városi rendőrkapitányságok hirdették meg. Az ott szereplő legjobb 5 csapat került be a pécsi megyei döntőbe. A vetélkedőnek van egy toborzó jellege is. Mindamellett, hogy ugye az elkövetővé, illetve áldozattá válás megelőzési lehetőségeit bemutassuk a gyerekek részére, ugye élmény szituációkon keresztül, nem titkolt célunk egy toborzás jelleg is, hisz az itt szereplő gyermekek, illetve diákok aztán a visszajelzések alapján kedvet kapnak a rendőri munkához. És a verseny végén az elődöntők során nagyon sok gyerek azt mondta, hogy ő már most ezek után rendőr szeretne lenni. A Sherlock Juniort 10. osztályos középiskolásoknak hirdették meg. A városi előselejtezőn olyan félnapos képzést kaptak, ahol megismerkedhettek a nyomozás alapjaival, a bilincs vagy éppen a gumibot használatával.